Pedvitajos vagy, alá remélem sikeresek vagytok. Egy dolgot mutatok, tehát kettő, ami sokat segít, két eszköz, ami sokat segít abban, hogy te továbbra is sikeres legyél, vagy még sikeresebb legyél. Lehet, hogy az a kezét között sikeresnek érzi magát. Itt. Na, szuper, köszönöm szépen. Nem kérem, hogy tegye fel a kezét, aki nem érzi magát sikeresnek, hanem tegye fel a kezét, aki nem teszi fel úgyse a kezét, bármit kérek. Őszintesség, köszönöm szépen, bravo. Tegye fel az a kezét, aki sikeres, mert még szeretne egy picit többet az életet, picikét többet, nem sokkal, vagy sokkal több minden, érted? Akarjál sokkal többet. Nagyon jó, köszönöm szépen. Na, mert aki nem, azt menjek ki. Ha nem akarsz többet az életünkben, most van, nem akarsz többet adni magadnak, a családodnak, a munkatársaknak, a barátaidnak, akkor nem érdemes az élni tudatásokat. Egy picikét nem kell azért nagyon-nagyon sok, ha nem akarsz. Picit. És arra akarok neked segíteni, de vissza egyszer se kivetik őt. De a presszik közé. Arra akarok veletek csak, hogy hogy tudod ezt megtenni, mi kell neked ahhoz, hogy ezt biztosan meg tud tenni. Egy kicsit hozzátegyél még, hogy a sikeredet kicsit felemeld. Érdekel? Kit érdekel, tegye fel a kezét? Nagyon jó, köszönöm, most felemeled tenni, kit nem érdekel? És arra a kérdés nem teszem föl. Na, van itt egy kis idézet, és van két dolog, ami kell a sikerhez, azt majd elmondom a végén. Kettő olyan dolog, fontos dolog, ami kell ahhoz, hogy te sikeres legyél. A egyik az, ez nem én mondtam, bocsánat, egyik létfontosság, a másik pedig létfontosság. Jó? Tehát az egyik, amit látom, egy idézet találtam a lehetet, nem tudom ki a szerszerét, hogy a saját sikeredhez, hogy megszerezd, ahhoz mások sikereit kell megküzdened. És mondok egy példát neked, hogy értsen, hogy ez, aki mondta, az nem volt a pillanat. Képzeld azt a helyzetet, hogy ugye most van munka, igaz? Van munka? Van. Azt a helyzetet, hogy fölhívott véget, hogy figyelj, szevasz, én kis Géza vagyok, és egy barát ajánlott, hogy te nagyon jó szakember vagy, hogy elhozzám. Itt kell pofázni. Jó. Tehát egy barátod, nagyon sanszik, nem? Na, köszönöm szépen. Tehát egy barátod ajánlott, és szeretnék, hogyha elmegy, megnéz a munkát, amit akarok, te csinálj el. És akkor mit csinálsz? Elmész, két napon megbeszéltetek, elmész, és ott épül egy ház alapját, látod, kb. 300 négyzetméteres. Azt mondja az úriember, hogy köszönöm, hogy eljöttél, akkor nézzük meg, hogy tudnátok a burkolást megcsinálni. Megállapodtok, és elmész, kezded a munkát 6 hónap múlva, ugye előbb nem tudsz már vállalkozni, mert sok munkát van, és elmész 6 hónap múlva, 5 emberet van mondjuk, és elkezdtek a munkát. Dolgoztok egész nap, szépen határidőket tartjátok, és elérkezel a munka feléhez, és két embered lebetegszik. Ma könnyű ember találni helyette? Nem. Lebetegszik két emberen. Mert ennek ott határidő basszus. Mit csinálsz? Többiekre megbeszél gyereket, hajtanunk kell, keményebben. Minden nap este 10-ig dolgoztok, mint az állat, szépen összeget, és határidőre befejeztek a munkát. Mi az, ha nem küzdelem? És miért küzdöttél? Hogy készen van a munka. Ki nem csinálta a munkát? Megrendelődnek, igaz? Ez siker számára, hogyha elkészül az ő épülete, háza, lakás, úgy, hogy ő szeretné? Siker? Jó? Tudnod kell, csak úgy lehet sikeres, ha mások sikerére dolgozol. Ez egyik nagyon fontos dolog. Hogyha ezt magadban elfogadod, hogy igenis azt kell tennem, hogy a másiknak jó legyen. És a másiknak jó, nekem is jó. Az egyik fontos. A másik fontos dolog az az, amit sokan elfelejtünk, hogy álmodj egy picit, hogy ébren maradj. Ez is találtam a neten. Ez nem lehet más, mint álmodni. Álmodni mit jelent? Azt tudjátok, ugye? Álmodni mikor szoktunk? Éjszaka. Amikor alszunk, ugye? Na, én nem erre gondoltam. Ugye? Hanem arra gondolok, és ez azt jelenti, amikor fent vagy, akkor tudsz-e álmodni. Akkor tudsz-e magadnak valami olyat megálmodni, amit el akarsz érni. Képes vagy erre? És hogyha igen, akkor ébren leszel. Mert akkor van miért fölteni, különben csak alszunk az életben. Különben nincs miért ébren lenni. Mondhatnám ezt is nektek, hogy
hogy álmodj, hogy én. Kinek van itt kisgyereket, tegye fel a kezét, no, 5-től 13, 14, 15 éves koráig. Szuper, nekem van kettő. A gyerekek tudnak álmodni? Hogy látják? Ők még tudnak álmodni, igaz? A gyerekek, ők még álmodni. És hogy nézek ki, amikor az álmokról beszélnek? Hogy nézek ki? Csillog, ragyog a szemük, nem? Így van. Neked mikor ragyogott a szemed utoljára, basszus úr? Nagyon fontos, nem az, hogy nem a fiától beszélek. Ha belegy vagyunk a szemünkben, igaz, amikor az üveges tekintek, az kicsit belegy. Nem elég gondolom, amikor csillog a szemed, mint basszus, valamit el akarok érni. Ah, igen, az van. Oké. Okay. Ez az egyik dolog. Képzeltek el nekem, van két olyan gyerekem, akik még álmodnak. Van egy fiam, nem, belekezdtem minden. Például, miket álmodik a fiam? Ő mi szeretne lenni? Ő teniszbajnok szeretne lenni. ATP ranglista első helyezett, és ezért megtesz nagyon sok mindent. Nem mindent még, de sok mindent. Edzeni jár, tanul is, mert az is kell neki. De hetente hatszor edz, fut, kondizik egy kicsit, és a többi. Mert a gyerek az álmáért még tesz. Ő ilyen. Van egy kislányom, aki lovagol. Nem ő az. Ő sem. Van egy kislányom, aki például lovagol, és aki eldöntötte magában, hogy akar egy lovat. Szerintetek, tett érte? Igen. Van lova? Van. Nem tudjátok meg. Van, igen. De ő nagyon, és ezért tett, ezért én azt mondtam neki, figyelj kedvesem, lesz tovad akkor, ha lesz a pénzt egyik. De lesz tovad, hogyha látom azt benned, hogy te küzdesz azért, hogy azt mondjuk el akarsz érni, el akarja érni, hogy a sampionátus nyere, ezért teszel sokat. És miért mit csinál? Ha fúj, ha esik, ha vagy, ha meleg van, ő ott van, és megy, és edz. És letolva. És még rengeteg gyereknek, rengeteg álma lehet, igaz? A ti gyereketeknek mennyi álmuk van? Mi akar lenni? Ki tudja, mit tudja, van egy gyereke, mit akarnak egy gyereke? Mondjatok példát, mit akarnak lenni? Így van, például, ez az egyik. De mit akarnak? Akarnak egy focilabdát, akarnak telefon, akarnak lenni, mit tudom én, rendőr, tűzoltó, katona, és képzeljétek el, találtam gyereket, aki nézzétek meg, mi akar lenni, nem felejtek eljönni, hiányzik, burkoló. Hát találtam ilyen. Mire? Bizony. Képzeljétek el azt a dolgot, hogy volt egy iskolában, járunk szakiskolákba, és a 7. politikus gyerekeknek mutatjuk be a szakma szépségét. Igyekszünk bemutatni, amire titeket is használunk egy jó pályára. Volt egy lány, aki ezt látta tavaly előtt. Ez a lány, ez azt mondta, na én burkolarnak lenni. Jelentkezett a szakiskolába, és most aztán másodéves tanuló. Hihetett volna, nem? Van ilyen ember, képzeljétek el. És van egy pont az ember életében, a tiédekben is, sajnos az enyémben is volt, amikor már nem lenni álmodozunk. Valahogy nem is idegül álmodozunk. Hogy miért? Nézzük ezt a kislányt, nem tudom, ki látta, az örülni fog neki. Egy kis részletet ebből az Utropia nevű filmből. Nézzük meg, benne van, hogy mi történik az álmainkkal, hogyha nem figyelünk oda. Jó, így nincsük el, nincsük.